Fábián Barna már vár bennünket Berettyóújfalun. Jó reggelt, Barna! Jó reggelt kívánok, szervusz Péter, így van, szeretettel köszöntöm a nézőket Berettyóújfaluból, a hajdali Bihar vármegye egykori székhelyéről, az ország egyetlen olyan településéről, amely bár nevében falu, mégis város. Van itt bőven látnivaló, megmutatjuk majd a közelben lévő Mack Kálmán mozit, ugye a mozi tulajdonosáróban elnevezve, az ő fia Mack Károly filmrendező. Aztán a háta mögött tetszenek látni egy református templomot, amely 1817-ben nyerte el mostani formáját, és az is nevezetessége még, hogy Liszt Ferenc egykori akadémiai orgonája is ide van beépítve. Aztán megyünk tovább, most a Szent István téren vagyunk, közelben van a hajdani megyeháza, de akkor kedves Berettyóújfaluiak, jó reggelt kívánok, mert a helyi fúvós zenekar fog most ébresztőt fújni. Tessék parancsolni! Berettyóújfalu már az ókorban lakott település volt, azért nézzük meg pontosan, hol is vagyunk most. 900 éve magasodik az ég felé a Herpályi Monostor templom tornya. Ez a megye legrégebbi építészeti emléke. Mára csak egy torony és a templom alapja maradt fenn. Mégis fontos szerepet tölt be Berettyóújfalu történetében. Nézzétek! Nagy örlőkőre rászórja a gabonaszemeket, és a marokkő segítségével összetöri. Különleges élmény nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt a Bihari Múzeum. Gyakran keresik fel a városba érkező csoportok az intézményt. A régi kismesterségekkel foglalkozunk, és az egyesület tagjai részt vesznek minden évben a táborokban, ahol a gyerekeket fogadunk, és gyerekeket tanítunk ezeknek a kismesterségeknek a fogásaira. Érdekes, hogy bár az országnak tragédia volt a trianoni békediktátum, Berettyóújfalunak fejlődés hozott az, hogy Nagyvárad a határ túloldalára került. Ezért épült például kórház a városban. Csonka-Bihar vármegye a Magyarországon maradt rész kórház nélkül maradt, hiszen Nagyvárad volt az ellátóközpont, és akkor született meg az az igény, hogy egy egészségügyi ellátóhely alakuljon itt ebben a megyében is. Ekkor fogtak hozzá 1928-ban pontosan a kórház létesítéséhez, ami a mai napig nagyon fontos egészségügyi ellátóhely, mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátás tekintetében. Másik fontos helyszín a Berettyó folyó a város határában. A mondák szerint itt védte Újfalut és Nagyváradot Kádár vitéz a 10-szeres túlerőben lévő tatárhadaktól 1658. szeptemberében. Mint a nemes előd, a spártai Leonidász, Kádár István is elbukott, de alakját szobor örökíti meg Berettyóújfalu főterén. Igen, és itt vagyunk ezen a főtéren Kádár vitéz lovasszobrával. Muraközi István polgármester úr, jó reggelt kívánok! Annyi-annyi történelmi, hagyományi és tanúbizonyságban mik azok, amit ki kell emelnünk mindenképpen?
Jó reggelt kívánok természetesen. Kádár Vitéz is az egyik olyan történelmi személyiség, akinek köszönhetően ma itt élhetünk Berettyóújfaluban, hisz ő a 16. században a török ellen védte Berettyóújfalut, illetve a környező településeket. Természetesen minden településnek azzal kell megbirkózni, hogy rendelkezik-e népesség megtartó képességgel, és a fejlesztés politikánknak a homlokterében ez kell, hogy álljon, hogy az itt élő emberek milyen színvonalon jutnak hozzá azokhoz a közszolgáltatásokhoz, amely végső soron azt mutatja, hogy hogyan is élnek itt, mennyire eredményes az itt élet. Van itt egy csodálatos sportliget, tegnap megléztük, de hát itt még épül tovább valami. Természetesen, hisz nem csak az a lényeg, hogy az egészségügyi oktatási szolgáltatásokhoz hogyan jutnak hozzá az itt élő lakosok, hanem a szabadidő hasznos eltöltésében is szeretnénk segíteni őket. Ezért újult meg a főterünk, hogy a városnapi rendezvényeket itt tudjuk megtartani, de természetesen a strandfürdőnk fejlesztése is ebben van, hogy ne kelljen elmenni a városba, hogyha valaki jól akar érezni magát, de természetesen a Morotva liget is, az pedig a sport jellegű szabadidő hasznos eltöltésében segít. Polgármester, nagyon szépen köszönöm. Múlt hétvégén volt itt a Biharország színeljava fesztivál. Kukkantsunk bele! Feszít! Már nem az ebéd vagy a vacsora múlik rajta, de így is célt találtak az íjászok. Ezek a fegyverek ugyan a régmúltat idézik, korszerűbbek elődeiknél. Ez már modern technikával készült gyantaiak, úgymond gyantai, öntött íjak. Ezek teljesen más, tehát teljesen különböző a húzás hosszuk, az erejük, tehát nem megegyezik az ősi magyariakkal. Ősi és egészséges a méz, amiből szintén volt kínálat a fesztiválon. Fekete András méhész azt mondta, felveszik a versenyt a külföldi termékekkel. Mi magunk állítjuk elő, mi magunk töltjük le, palackozzuk, juttatjuk el közvetlenül a fogyasztóhoz. Kézművesek is várták a fesztiválozókat. Ezen a standon például kötő, fonó, horgoló eszközök voltak. Ezt úgy hívják, hogy karmantyú baba. Ennek vannak több méretei, lehet belőle készíteni bábot, vagy pedig lehet belőle készíteni egyszerű játékot, babát. Ezeket a képeket pedig a pirografikus készítette. Az aprólékos munka sok kitartást igényel. Ez egy kép, egy ilyen méretű kép körülbelül 2-3 napig készül, ugye 6-8 óra naponta. A kellemes időben több ezren választották az első bihari színejava fesztivált a Morotva-ligetben. Mitányi István országgyűlési képviselő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bihar vármegye hajdani székhelye Nagyvárad volt, de nem szakad meg a kapcsolat, mert lesz itt egy Berettyóújfalut Nagyváraddal összekötő kerékpárút. Hogy állunk most? Valóban így van, Nagyváraddal közösen Berettyóújfalu egy 5 millió eurós projektet nyert, és már el is kezdődött a kerékpárútnak a építése, ebben az évben szeretnénk átadni, de nem állunk meg, hiszen a fejlődés nem állhat meg, tovább szeretnénk folytatni a kerékpárút építését, úgyhogy Debrecenig és Nagyvárad-Debrecen kerékpárúttal megközelíthető lesz. Szép lehet majd letekerni. Valóban, ez közel, több mint 70 kilométeres távolság. Mondják azt, nem mi, hanem akik a városunkban látogatnak, hogy Berettyóújfalu-Hajdú-Bihar megye egyik legdinamikusabban fejlődő városa, és mi sem bizonyítja jobban az a rengeteg fejlesztés, amelyet az utóbbi időben megvalósítottunk. Néhányat ezek közül szeretnék kiemelni, így például a kórházat, a kórház fejlesztését, amelyet most fejeztünk be, és augusztus első hetébe kerül átadásra. Ez egy 2,5 milliárdos fejlesztés. Sikertörténet a strandunk fejlesztése is, hiszen régi vágya volt a Berettyóújfalunak és a környékbelieknek, hogy egy normális strandjuk legyen, ne csak szoboszlóra járjanak az emberek, hiszen az már ki van téve a tábla, hogy foglalt. Egy-egy hétvégén 2500 ember vesz igénybe a szolgáltatást, és hát a határon túl is nagyon sokan jönnek. Berettyóújfalu a polgári kormány idején nagyon sok beruházást valósított meg ezen túlmenően, és például a Vármegyeházát felújítottuk, valamint most is van bent pályázatunk, amelyben szeretnénk továbbfejleszteni a standot, kultúrházat, tehát hogy élhetővé tegyük a várost. Képviselő úr, tisztelettel köszönöm, és annyit beszéltünk már a Makkálmán moziról, itt van a hátam mögött, nézzük meg, hogy néz ki belülről. Újra forog a film Berettyóújfaluban. A mozit Makkálmán a Kossuth-díjas filmrendező Makk Károly édesapja álmodta meg az 1920-as években. Esténként teltházal működött az Apolló filmszínház. Makk Károly édesanyja pedig a kertmozira volt a legbüszkébb. Egy nyári estén, amikor ott még nem megy a vetítés, mert 9 körül sötétedik, de már égtek ott ezek a nézőtérhez tartozó villanyok,
ez egy nagyon bájos és egy nagyon, hogy mondjam, egy olyan finom hely volt. Finom hely most is. A városrehabilitációs pályázat részeként újították. Úgy néz ki, mint régen. Ráadásul tökéletesen illeszkedik a főtér épületeihez. A városlakók örömmel vették tudomásul, hogy újra van moziuk. A múltkor is, mikor először volt vetítés, eltelt volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha normális filmeket vetítenek, akkor lesz rá nézettség. Ne járjanak Debrecenbe. Hagyják itt a pénzt a kis Belettyóújfaluba. Szükség. Én is készülök elmenni. Ráadásul arra is jutott pénz, hogy a legmodernebb technikával 3D-s filmeket is vetítsenek a Makkálmán moziban. És akkor a zenekar alászállt az emeletről ide a promenádra. Hegedűs Imre a zenekar vezetője. Jó reggelt kívánok! Itt most 5-en vannak, de összesen hányan vannak a zenekarban? Jó reggelt kívánok! Körülbelül 40 fős a Berettyóújfalu Városi Ifjúsági Fúvózenekar. Ifjak és idősebbek? Egyaránt, igen. Milyen stílusban játszanak? Volt már ébresztő, aztán meg lesz jazz a végére. Így van. Igazából a klasszikustól a könnyű zenéig bármilyen műfajban szoktunk mi játszani. Honnan válogatják a résztvevőket, a tagokat? A tagokat a Berettyőfői Városi Zeneiskolából válogatjuk, és úgy kerülnek be a fúvó zenekarba. Mi meg akkor bekerülünk a következő jazz produkcióba. Tessék! Egyébként meg országjárásunk búcsúzik Berettyőfaluból. Jövő héten, hétfőn Békés Csabáról jelentkezünk, szép hétvégét, és jön a zenekar, a Quintet. Barna, köszönjük szépen, minden jót Berettyóújfalunak, a Dalmáknak és az Izabelláknak névnapjukon sok puszi. Még egyszer önöknek kellemes napot, jön a hétvége, töltsék értelmesen, és szórakozzanak, pihenjenek jól. Viszontlátásra, hétfőn találkozunk. Thank you.